Hello, sziasztok! Valaki azt írta valamelyik videóba, hogy a 2XXX kauntos műszerek nem jók, mert digitet vesztenek. Ezt ugye úgy elsőre értitek? Mert én értem, hogy mit akar mondani, hogy a 200 vagy 2000 vagy 20000 countos multiméterre, hogyha méri a 230-at, akkor az már pont nem ott van. Na de! Csak egy kérdés, de leteszem a kamerát, mert ez azért, na, nyomunk ebbe Ugye itt egy Franco 6000 countos multiméter, ugye? És hogy ez milyen Franco? Hát neked, aki csak a 2.30-at méred lehet, na de, aki mér, annak mond -e valamit? Na például, hogy mi van akkor, amikor 775... Hol van a volt -e ugye? Mert hogy mér, Mert hogy miért? Miért pont ennyi? Csak azért kérdezem, mert ez az érték, ez azért egy fontosabb érték. Ugyanaz most nem annyi, mert hát a függvénygenerátor az nem pontos, de mindjárt belövöm pontosan. És akkor mindjárt megláthatod, hogy ez miért fontos érték, ha nem tudod. De hát azért már be kellett volna, hogy ugorjon. Valahol itt vagyunk a legközelebb. Hát igen. Az a 0 dB akinek most esetlen, annak gratulálok, a többieknek is. Szóval, aki valami komolyabb dolgokat mér, nem csak a hálózatot, annak valószínűleg a 2000 count, meg a 20.000 countos multiméter, az nem jelent akadályt, mert igen, 500, meg 700, meg 800 millivoltokat mér, és oda hát ugye 800, vagy 8000, meg 80 ezer countosokról én még nem hallottam, Százezer ezer kauntos multiméterről hallottam, aminek ugye van értelme, meg hát e, a kettesek. De aztán ugye jöttek ezek a divatos négy, négyezer, meg 4000 kontos, meg 6000 kauntos, meg itt az 55.000 kauntos, de itt, és akár a 6000 kauntnál is a 775-öt azt viszont elbukod. Szóval technikával vagy a telefon, vagy távközés, vagy akárhol, hogyha ilyen dv ket meg ilyeneket mérsz, nem, nem látom értelmét annak a kijelentésnek, hogy a 20.000 kauntos nem jó. Pont, hogy az a jó. És tessék feliratkozni, hello, beló!